Csifári Zoltán vagyok. Rajkán születtem 1950-ben. Itt is nevelkedtem fel. Ezt a vidéket szeretem. A Duna, a Kis-Duna, a Hold-Duna és a távoli pozsonyi hegyek között. Nekem tetszik ez a vidék, én szeretem ezt a táját. Egy-két versemben van is benne olyan dolog, ami talán egy kicsit kapcsolódik hozzá a természethez, az itt élő állatokhoz és az itt élő emberekhez is, akik szintén sokat, sokan szívemet vettek. A verseket úgy kezdtem elírogatni, hogy kis rímek, egy-egy szó, egy-egy mondat, ami megragadott, és azt folytattam tovább, azt az egy mondatot, vagy azt az egy szót. Vagy ha valaki említett egy olyan dolgot, ami valamilyen oknál fogva olyan kellemesen érintett. Nem kellett sokat gondolkoznom rajta, és akkor sorba jöttek a gondolatok. Sorba írtam a sorokat. És a végén csak annyit kellett, hogy a helyesírási hibákat kiavítani. Voltak tanáraim, olyanok, akik az írás tudományára megtanítottak. Versenben nem feledkeztem meg róla a régi tanára, mint sem. Ott van az Ödön bácsi, ott van a Kati néni. És ott vannak még a munkatársaim, ott vannak a családtagjaim, akik mind-mind segítettek ebbe a dologba, hogy ez létrejöjjön. Fel kell vállalni saját magunkat, fel kell vállalni másokat is, és együtt kell velük érezni, mert ők is velünk együtt éreznek. Én szeretem azt, amit leírtam, és van sok ember, aki szintén szereti, mert visszajelzést kaptam tőlük, hogy igen, ezt tovább kell folytatni. Két antológiában is szerepeltem, a János Somorjára és író-olvasó találkozóra mentünk, rendeztek máshol is, Egyesholomba is, ott is részt vettem írósor, sok ismerős ember. Moson Magyaróváron, a Magyar utcán, a Művészetek napján, különböző éttermekben, kávézókban, ott is megjelentünk ezekkel a dolgokkal. Moson-Magyaróváron Fehér Ló, az egy nagyon-nagyon szép hely volt, nagyon kellemes hely volt. Ezekről a helyekről készültek antológiák. Megbeszéltük a írótársakkal, a költőtársakkal, hogy adunk ki közös könyveket. Kettő antológia ki is lett adva, amelyikbe szereplek. Lett több kiadva, csak nem mindegyikbe szereplek én. Valamikor régességemben kiadtak egy verses füzetet, az volt a címe, hogy Cseppek. Ez volt az első olyan, amelyik csak és kizárólag saját művekből volt. Aztán később megjelent a most is olvasható Éjek Vándora című könyvem, amelyikben már kissé több vers van benne. És ebben a könyvnek a végén szerepel egy általam nagyon kedvelt Rögyikének és a férjének a munkája is. Ez pedig a Rajka múltjáról szól. Koszonics Klára volt az egyik ilyen segítőm ebben, aki a Rajka múltját feldolgozta rövid leírásba, és sikerült a könyvhöz hozzátenni. A könyvet Budapesten adták ki, és mindenkinek szeretettel ajánlom. Ugyanúgy a gyerekeknek az iskolákban, hogy megismerjék azt, hogy annak idején mi hogy éltünk, vagy hogy tanultunk, és hogy tudtunk szórakozni. Mert a szórakozás nagyon megváltozott. Mindig szép emlékek vannak, mindig szép emlékek jönnek elő, egy-egy szóból, egy-egy mondatból, akármit lehet csinálni, csak akarni.